Mert majdnem teljesen készen volt. Mindenki tök lelkesen nyilatkozott róla, mindenki hatalmas potenciális franchise-t látott benne, ami ki tudná szélesíteni az egész Batman mitológiát, egy teljesen új kezdetet jelenthetne a DC jövőjében, amiben annyira bízott a stúdió, hogy, hogy eredetileg úgy volt, hogy hiába HBO max tervezték, az új vezetőség úgy döntött, hogy mi ezt nem fogjuk HBO Max-on elpazarolni, ahhoz túl drága, hanem helyettén moziba küldjük. De akkor mégis mi történhetett, hogy az utolsó, jó azért messze vagyunk az utolsó de mi történhetett, hogy a Warner Bros. Discovery úgy döntött, hogy nem mutatják be sem moziban, sem az HBO max ezt a filmet, de egyenesen visszarakják a polcra, és ki tudja, hogy vala is láthatjuk-e azt, hogy hogyan is néz ki ez az iszonyatosan ígéretesnek tűnő Bad Girl film. Mi történhetett? Mi állt a dolgok hátterében? Erről szól a mai BMW Shorts. Szia, kedves hallgató, üdvözöllek ez itt a BMW Shorts, amiben megpróbálok egy témát körüljárni, ami ezen a héten nem más lesz, mint hogy a Warner Bros. Discovery tegnap este bejelentette azt, hogy kikukázzák a Bad Girl filmet, ami szerintem egyrészt a legnagyobb baromság, amivel valaha találkozhattunk, másrészt pedig az egyik legnagyobb őrültség. Mondom én ezt rajongói oldalról, mondom én ezt nézői oldalról, mondom én ezt úgy, mint akit nagyon-nagyon érdekelt ez a film, de az igazság azért ennél sokkal durvább. Nem tudom őszintén, hogy ezek után hiába van leforgatva egy film, pedig a forgatás ennek készen van, utómunkában volt. A produkció, amikor ez megtörtént, viszont nagyon-nagyon aggasztó jövőképet tud festeni. Ezek után én nagyon-nagyon aggódom a, a felől, hogy, hogy mi lesz a Blue Battle filmmel, hogy elkészül-e az a képugár film, vagy, vagy pedig az is megy a kukába, vagy pedig azt mondják nekik, hogy gyerekek, figyelj, megcsináljátok a filmet, csak kevesebből. Mert én azt sem lehetem képzelni, vagy pedig több pénzt kaptok. Mert jelenleg a legnagyobb problémája a Bad Girl filmnek, az körülbelül pontosan ebben rejlik, hogy eredetileg ugye 75 milliós büdzséje lett volna, de az már jó van duplája annak, amit ő streamingre szánna, hiszen a 30 millió környékén van a limit, szóval 75 millió lett volna a büdzséje, igen, csak hogy a COVID miatt 90 millióra kúszott fel. A dolog, amit Adil El Ab Arbi és Bilalil Fala az, az a Bad Boys mindörökké, vagy mi volt az utolsó Bad Boys filmnek, a, ami 2020-nak a legsikeresebb mozia volt az amerikai uh, passzáknál. A rendezői és Leslie Grace játszotta, aki ugye az In the Heights-ban volt a főszereplő, ő játszotta volna a Batgirl-t, ráadásul benne lett volna ebben a filmben Michael Keaton, J.K. Simmons, aki ugye Gordon felügyelőt játsza, és Brandon Fraser, mint a gonosz Firefly. Szóval egy iszonyatosan ígéretes, pokolja jó film, amiről Leslie Grace is csak áradozni tudott. Elképesztően hihetetlen, hogy, hogy polszer kerül ez a mozi. Ami igazából nagyon-nagyon érdekes, mert tényleg ez a 90 milliós büdzsé az, az valahogy nem éppen elég nagy, feltétlenül ahhoz, hogy egy nyári blockbuster legyen ebből a moziból, vagy akár egy tavaszi blockbuster legyen a moziból, bár én semmiféle problémát nem látok vele, sőt, én lennék a Warner Bros. Discovery, valószínűleg azt mondanám, hogy figyelj gyerekek, ez a mi toljuk már el még egy kicsit, mert azt vétek lenne bemutatni, tehát tényleg egy oltári nagy zakó lenne, valószínűleg legalábbis, hiszen nem tudjuk ezre mi lerrel, magát a flash a címszerepőt játsza, nem tudjuk bemutatni ezt a filmet. Ráadásul az egyik legsokkolóbb dolog az az, hogy ugye az elmúlt napokban jelentették be azt, hogy a Flash véget ér a CW a 9. évadával, méghozzá egy rövid, de 13 részes évadával, 2023-ban, ami nagyon-nagyon vicces lesz, ugyanis a Flashnak a sorozat záró epizódja az egyébként néhány héttel a Flash mozis bemutatója előtt kerül majd képernyőre. Legalábbis jelen áll ez szerint, hiszen jelenleg 2023. június 23-ára van beígérve ez a Flash film, és ebben az a nagyon durva, hogy eredetileg ezt a mozit ezt körülbelül ugye akkor jelentették be 2014 környékén, amikor a Flash műsorra került a cw -n. szóval valahol nagyon-nagyon érdekes, hogy majdnem tíz volt szükségük, hogy végigvigyék ezt a filmet, és még akkor is ki tudja, hogy láthatjuk-e valaha. Szóval azért nem volt egy könnyű dolog azt a filmet megcsinálni, viszont ez a Batgirl film szerintem ebben lett volna bőven potenciál. Egyrészt egy teljesen más közönséget tudott volna kiszolgálni, teljesen másképp tudta volna kiszolgálni, ráadásul benne lett volna Michael Keaton, benne lett volna Batman. Szóval igazából könnyebben meg tudta volna szólítani szerintem a női közönséget is, sokkal könnyebb dolga lett volna egy nívós szuperhős letenni, női szuperhős letenni az asztalra, mint teszem azt, hogy csinálják, ahol nem igazán működtek sem a Marvel kapitány, sem pedig a fekete özvegy, sem pedig volt még bármilyen más női Marvel szuperhős, aki a kis saját filmet kapott és, és működött. Igazából ezek sem működtek, ugye bár csak azt mondom, hogy Bedgar-nek igenis nagy lett volna az esélye. Mindenki, tehát, tehát a szereposztás az zseniális. Az alkotói azok okésak, szerintem kis túlzással lehet azért ezt kijelenteni. Leslie Grace viszont pokolán jól lehetett ebben a szerepben, szóval engem személy szerint nagyon-nagyon kíváncsi lettem volna arra, hogy mi történt. Nyilván, amikor David bejött a képbe, akkor tudtuk nagyon jól, hogy ebből mozis bemutatónak kell lennie, mert hogy ő nem fogja ezt a filmet elpazarolni egy potenciális franchise nyitó darabját nem fog elpazarolni, egyszerűen úgy, hogy felrakja az HBO max ami valahol a legnagyobb őrültség, mert ha belegondolunk, akkor a Pixar, na, Pixar filmjei rendkívül jól hoznak a Disney Plus-nak, rendkívül sok feliratkozót tudnak hozni, amikor azok debütálnak. És mi lett volna akkor, ha ugyanezt meg tudta volna csinálni az HBO Max-nak a Bad Girl film? Persze nem vagyok ennyire naív, nyilván feltételezem azt, hogy nem ez történt volna, de a lehetősége az ugyanúgy benne lett volna, valamilyen szinten. Szóval ugye Jason Killer és Anne szánom vezették annak idején a Warner bros amikor a Batgirl filmet jóváhagyták és zöld utat kapott, és hát ugye nagyon jól tudjuk, hogy Jason Killer volt ez a fószer, aki 2021-ben minden Warner Bros. filmet azonnal felküldött az HBO max -ra abban a pillanatban, hogy azok a moziba kerültek, ami elég nagy kudarcnak lett elkönyvelve, hiszen rendkívül rémesen teljesítettek a mozikasszáknál, Matrix 4 brutálisan nagy bukás volt. Az, hogy melyik jó film és melyik rossz film, azt inkább hagyjuk most. Viszont azért eléggé, hogy mondjam, megingatta a hitét az embereknek a Warner bros főleg a kreatív oldalról, tehát az alkotói oldalról. Nem igazán szeretett volna senki velük nagyon dolgozni, de viszont, viszont teljesen másképp gondolkozik, teljesen más dolgokat csinál, és másképp csinálja ezeket a dolgokat, amit tök jó, mert ő ugyanis ragaszkodik a mozis bemutatóhoz, ami szerintem teljesen rendben van egy 35 millió dollár fölötti filmnél, valahol igaza van. Viszont ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi a, mi a helyzet a Bad Girl-lel, miért döntöttek úgy igazából, mert igazából a Bad Girl szerintem nem egy sok millió dolláros bevétellel potenciálisan rendelkező film lett volna, ami a moziban nem biztos, hogy nagyon-nagyon tudott volna menni, viszont az HBO Maxon lehet, hogy jobban tudott volna teljesíteni, viszont nem biztos, hogy hozott volna elég új előfizetőt ahhoz, hogy megérje nekik az, hogy ott teszik, vagy ott tűzik műsorra. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés volt, és ugye az elmúlt hónapokban ment erről a találgatás, és ha jól tudom, akkor Angliában már, mintha lett is volna megegyezés arról, hogy ez moziba fog kerülni, és bemutatják ott. A világ többi részéről még egyről nem nagyon lehetett tudni semmit, de hát nyilván nagyon nagy valószínűség Nálunk is bemutatták volna ezt a filmet, viszont lehetséges, hogy valahol valaki valamiért úgy érezte, hogy, hogy ez nem tudna elég sok, sokat hozni a konyhára a mozikasszáknál, és emiatt nem igazán értette, érte volna meg azt, hogy ezt streamingre tegyék föl, Szóval valahol ott, ott ragadt ez a film a semmi közepén. Arról nem is beszélve, hogy nagyjából ilyen 30 és 50 millió dollár kellett volna, plusz még egy, szerintem hogy 20 millió legalább világviszonylatban. Szóval egy ilyen nagyjából a 90 milliós büdzséhez hozzájött volna még kb. legalább 70 millió ahhoz, hogy ezt a filmet rendesen marketingelhessék, és akkor már is ott találjuk magunkat abban a szituációban, hogy van egy 170 millió dolláros filmünk, mikor fogja tudni visszahozni, vissza tudja egyáltalán hozni a beléjölt pénzt, vagy pedig sem. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hiszen ugye ezek kvázi majdnem megdupláztak volna a büdzsét, és nagyon-nagyon nehéz lett volna szerintem igazságot szolgáltatni ebben a kérdésben. Pokon nehéz lett volna azt mondani erre a mozira, hogy ez biztos, hogy vissza fogja hozni ezt a 180 milliót, ebből kifolyólag pedig nagyon-nagyon nehéz lett volna eldönteni azt, hogy ez megtörténhet -e. Két kérdés merül fel bennem, nagyon hirtelen, mert ugye volt egy nyilatkozat, amit a Warner-nél tettek, nevezetesen az, hogy azért döntöttek úgy, hogy a Bad egyelőre fölteszik a polcra, mert hogy a DC Universe-nek és az HBO Max-nak más, vagy megváltozna félben van az érdekeltsége, és nem tudják, hogy Bad Girl az valahogy hova fog elférni ebben a, ebben a történetben. Úgyhogy én például simán el tudom képzelni azt is, bár azért nagyon-nagyon durva lenne az, hogyha ellenon három napja kezdett volna a warner és egyből meghoznak egy ilyen döntést, mert az szerintem egy nagyon-nagyon erős dolog lett volna. Viszont azáltal, hogy azt mondják, hogy a DC universe és az HBO Max-nak egy kicsit meg fog változni, a stratégiája, az egy nagyon-nagyon érdekes kérdéseket fog tudni felvetni ebben az egészben, mert így nem igazán lehet tudni azt, hogy milyen irányba is lehet majd elvinni ezt a történetet, mert ugye Michael és Pamela Abdi például, akik a warner -nek a vezetői, ők például relatíve kedvelték ezt a filmet, és nagyon, mindenki nagyon-nagyon bízott benne, David Zell is idevéve, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz föltenni azt a kérdést, hogy vajon mi is okozhatta ezt a döntést, milyen az a változás, amit majd megpróbálnak a stratégiában bevezetni, és hogy ennek milyen hatása lesz majd hosszú távon, mert azt is imádhatom képzelni, hogy ön ezek megpróbálnak felépíteni a flash, flash filmet, követően megpróbálnak felépíteni valami nagyon-nagyon különleges dolgot, és abban már nem biztos, hogy a körbe le fog férni. Például a kokáért. Nem tudom, hogy ez volt-e a kérdés, viszont. És akkor itt jön az igazán érdekes dolog szerintem ebben az egész történetben, nevezetesen pedig arra gondolok itt most elsősorban, hogy az HBO Max film mellett a Scooby projekt, a Scoob projekt is, ami a Scoob szerintem egy zseniális film volt, ahhoz képest, hogy micsoda. Egy nagyon jó animációs filmet ismertem meg a Scoobban, viszont folytatás is kapott volna, viszont egyelőre úgy néz ki, hogy az is a polcra kerül. A scooby doo a folytatása a Scoob Holiday Hunt címre hallgató projekt amúgy 40 millióba került volna mindössze, szóval azt meg simán belefért volna szerintem még az HBO max is a büdzsőjébe. Bizonyos iparági információk szerint a Variety azt közölte le, hogy minden mögött nem más el, hogy adó adózás, adókedvezmények, és a többi. Ugyanis valószínűleg a Warner könyvelési szempontból, és megint csak hangsúlyoznám a kulcs szót, hogy könyvelési szempontból, ami egyébként egy a logikus, logikusan hangzó dolog, hiszen David szemben meg kell 3 milliárdot. Na most, hogyha ők találnak egy olyan módot rá, hogy, hogy, ezt a filmet egy kicsit félretegyék, és kapjanak valami adókedvezményt rá, vagy valamilyen úton módon pénzt csináljanak belőle, persze később is be lehet majd mutatni ezt a filmet, miért ne? Csak ugye az emberek másképp fognak viszonyulni hozzá azután, hogy ez megtörténik. Szóval igazából sok minden történhet még ezzel a mozival, viszont hogyha most tényleg erre az adókedvezmény útjára lépnek, tudnak némi pénzt csinálni belőle, ami egy kicsit visszahozza a költségeit, ami nem kimondottan rossz, hiszen a források egyébként azt um, úgy nyilatkoztak, hogy mindkét film, tehát a Scoob és a Bad Girl filmet is az adókedvezményekben részesítik, és ennek um, és ennek köszönhetően egy kicsit meg tudnak térülni a költségeik, és így pénzügyileg jobban tudnak kijönni, ami papíron egyébként tökre még a szensz, hiszen David Zelszámok -e, ezt a 3 milliót, ráadásul most csütörtökön lesz majd a bejelentése, annak, hogy hogyan teljesített a Warner Bros. Discovery a negyedévben, tehát ami nagyjából ugye az első száz napja annak, hogy átvették a az irányítást az AT&T-től rengeteg leépítésre lehet számítani. Úgy tűnik, hogy, hogy, egy kész film sincsen már biztonságban a warner -nél. Jó hír ez? Nem tudom. Szerintem egy nagyon-nagyon veszélyes terepre tévedtek ezáltal. Nyilván üzleti szempontot kell nekik elsősorban mérlegelniük. Nyilván ez a legnagyobb probléma, amikor, amikor egy olyan cég kezébe kerül egy filmstúdió, ahol inkább tényleg az üzleti szempontok dominálnak, ahelyett, hogy a közönség érdekeit néznék vagy a filmben rejlő potenciális lehetőségeket, mert, mert szerintem azért a Bad bőven lett volna legalább 100 millió mozi, mozikasszás bevétel lehetőség, viszont így az adókedvezményekkel nem tudjuk, hogy mennyit fog visszatermelni a büdzséből, viszont ha megkapják ezeket a dolgokat, és ebből tényleg pénzt tudnak csinálni, és ne Isten ez abba kerül, hogy egy évig nem mutatják be ezt a filmet, akkor végül is miért ne? Vagy az sem kizárt egyébként ezen a ponton, bár én elég nagy hülyeségnek tartanám, hogyha visszakapnának X összeget mondjuk a felét, és utána azt mondaná a hogy hm, itt van egy 90 millió dolláros film, ezt nekünk nem is nagyon kéne marketingelnünk, hanem tegyük fel nyugodtan most már az HBO Max, mert most már megéri nekünk kitenni az HBO max -ra. Én erre nem nagyon látok lehetőséget, tekintve, hogy ő is meg egyébként nagyon sok más executive azt mondta, hogy, hogy, ezt a filmet moziba fogják küldeni, annak látnám értelmét. Szóval lehet, hogy miután egy kicsit realizálódik ez a büdzsé dolog, vagy lesz elég lóvéjuk rá, hogy marketingeljék, utána lehet, hogy moziba küldik, és az vissza fogja hozni biztosan a teljeset. Ha nem is hozza teljesen vissza az egészet, akkor is plusz feliratkozókat fog tudni majd generálni az HBO Max számára, ami szintén nem egy utolsó dolog. Szóval az adó Adókedvezmények állnak a Batgirl film elnapolása mellett, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ki mit gondol róla, mert eléggé sokkoló, hogy hogy egy film, ami már a posztprodukcióban van, ami már majdnem teljesen készen van, amiben ott van Michael Keaton, mint Batman, érted? Michael Keaton, mint Batman benne van ebben a filmben, azt azzal ezt csinálod. Mennyire értesz egyet a Warner, -nek, Warner Bros. Discovery-nek ezen döntésével, és szerinted láthatjuk-e valamikor ezt a filmet, és ha igen, akkor mikor? Gyere és beszélgessünk erről lent a kommentekben. Találkozunk legközelebb a BMW-ben vagy az ugye felvettedben, addig pedig popkultúrában rendkívül gazdag hetet kívánok.